Sziasztok! Egy régi nagy kedvencemet fogom most elkészíteni, a néger kockát. Nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy sem, de tartsatok velem. Elsőként a tojásokat fogom ketté választani. A pontos mennyiséget a leírásban fogjátok találni. Tojásfehérjét egyelőre félreteszem, és kezdem a tojás sárgájával. Hozzámérem a cukrot, és elkezdem kihabosítani. Miután kihabosítottuk, adjunk hozzá tejföld, keverjük vele tovább. Tegyük félre, és mérjük ki a száraz alapanyagokat. Először is a lisztet. Sütőport. Szódabikarbonátot. Kakaóport, majd ezt alaposan kevergessük el. Szitáljuk bele a tojássárgás krémünkbe. Miután beleszitáltuk a tálba, kezdjük el kikeverni. Kevergetés közben már adhatjuk hozzá a tejet.
látjátok, a tejet részletekben adtam hozzá, így könnyebb csomómentesre kikeverni. Egy pici olajat öntök még hozzá, és ezzel teljesen simára keverem. Amikor kikevertük a tésztánkat, sütőpapírra a bélelt tepsibe fogom önteni, és teszem is az előmelegített sütőbe. Picit elsimítom. Kész is, mehet a sütőbe. A tojásfehérjével vízgőz fölött fogunk dolgozni, tehát egy kis edénybe kimérek vizet és felteszem forni. Pontosabban nem forni, hanem gyöngyözve melegedni. Addig a fehérjéhez hozzámérem a cukrot. A vízünkkel is kezd el forni, ráhelyezzük a tálat, és folyamatosan a vízgőzt fölött verjük kemény habbá. Mutatom majd a folyamatot. Természetesen a tűzhely felett tartjuk a vedényt. Most ilyen. Ilyen a habunk, viszont ezt még mindig verjük a gőz felett, teljesen keményre. Ilyennek kell lenni a habnak. Tegyük félre, majd nézzük meg a süteményünket, végezzünk rajta tűpróbát. Ez tökéletesen megsült. 20 percet sütöttem, 175-180 fok között. Nyilván sütőfüggő, figyeljétek, hogy nehogy megégjen, ne száradjon ki, de ne is legyen nyers. Én az alját fogom a tetejének használni, tehát meg fogom fordítani, csak várok, hogy egy picit hűljön. Már nem tűzforró, de még langyos. Meg fogom most szurkálni fogpiszkálóval. Lehet egészen sűrűen. Meg fogom kenni baracklekvárral, és szeretném, hogy amennyire csak lehet szívja be magába.
és így hagyom most teljesen kihűlni barackleváradat tetején. Itt a tojásfehérjém, a sütemény, és ameddig hűl a sütemény, ez alatt elkészítem a csokimázat. Én most egy csokoládét használok, de nyugodtan használhatok egy csokit is, mind a kettővel nagyon finom. Mérek ki tejszínt, amit fel fogok majd forrósítani. A forró tejszínt hozzáöntöm a csokihoz. Elkeverem és hagyom, hogy teljesen felolvadjon benne. Miután teljesen felolvadt, hagyom hűlni, hogy ne legyen túl forró, amikor ráöntöm. Azt sem szeretném, hogy lefolyjon róla, hanem azt szeretném, hogy terüljön. Mutatom majd, melyik állagot kellene elérni. A sütinket megkenhetjük a habba. Próbáljuk egyenletesen elkenni rajta a krémet. Most már arra várok, hogy a csokimáz az elérje a kellő hőmérsékletet és sűrűséget. Igen. Mutatom most milyen. Ennek még mindig hűlnie kell. Még nem terül eléggé, hanem ez csak lefolyna a tetejéről. Még egy pár percet hagyom hűlni. Ha ilyen csíkokat hagy a csokiban, akkor jó lesz.
picit szándékosan is csorgatok az oldalára, hogy a széle se vesszen kárba ennek a sütinek, ott is bőven legyen mindenből. A süti elkészült, most beteszem a hűtőbe hűlni, és mutatom, milyen lesz felszeletelve. A csoki máz rákötött, és volt már egy pici kóstolás. És akkor szeletelhetjük. Ilyen lett felvágva a süti, csodálatos lett szerintem, mennyei finom, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy próbáljátok ki. Ha tetszett a recept, kérlek nyomjatok egy lájkot, és nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Sziasztok!